A 19. tiszaújvárosi Tisza triatlon férfi versenyét annak ellenére Faldom Gábor nyerte, hogy az indulása nem volt biztos. Nem volt tervben, mert az előző való hétvégén beteg voltam, és úgy döntöttünk Mikivel, hogy ez most kimarad, így a klubcsapat OB volt előtte való nap, és akkor másik nap pihenek, de nagyon jó formában éreztem magam, és végül elindultam. Medencébe úsztunk, és viszonylag tehát elég szerencsém volt azzal, hogy jó pályára kerültem. Így az első bolyba tudtam megkezdeni a kerékpárt. Kerékpáron nagyon hideg volt, eső, szél, minden. Heten sikerült elszöknünk így a mezőnytől. Futást így kezdtük meg én elsőnek, mentem ki futni, aztán felfutott a Kuttor Csabi és a Török Dániel rám. Az utolsó 300 méternél a Dániellel ketten maradtunk, és ott én bizonyultam erősebbnek. A Triathlon Tour sorozat összetett versenyét így természetesen továbbra is a Mogyi versenyzője vezeti. A harmadik állomás Balatonfüred lesz, majd Baja és Faddombori következik. Ez mellett Gábor két világkupára és az egyetemi világbajnokságra is hivatalos, valamint a budapesti U23-as világbajnokságra is szeretné magát kvalifikálni.